Matolcsy György az MNB vagyonából 267 milliárd forintot adott 6 magánalapítványnak. Mintegy 260 milliárd forintnyi közpénzből hozott létre magánalapítványokat a Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bank 2014-ben. Szerintük erre a közjó érdekében volt szükség. A nyilvánosságra került dokumentumok alapján az MNB alapítványi vagyon sokkal inkább Matolcsy rokonságának, fideszes politikusoknak és Fidesz közeli gazdasági szereplőknek az érdekeit szolgálta. A kuratóriumokba az MNB vezetőit, fideszes politikusokat, üzletembereket és Polt Péter legfőbb ügyész feleségét nevezték ki. A 260 milliárd forint az MNB folyamatosan gyengülő forinton történő nyereségéből és a devizatartalék egy részének forintra váltásából származott. Ez a pénz a központi költségvetést illette volna. A Matolcsy által vezetett jegybank azonban az alapítványokba történő kihelyezés mellett döntött, hogy ezt szabadon használhassák fel. Bluff, bluff és bluff. Álláspontjuk szerint, amelyet a Fidesz az országgyűlés előtt is képviselt, az alapítványoknak juttatott pénz elvesztette közpénz jellegét. A vagyon felhasználásáról senkinek sem tartoznak elszámolással. Bírósági ítélet született arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank közpénzt kezel, a Magyar Nemzeti Bank alapítványai közfeladatot látnak el, és közpénzzel gazdálkodnak. 2016-ban Tóth Bertalan, az MSZP későbbi társelnöke, és civil szervezetek elérték, hogy a bíróság kimondja, a jegybank alapítványai közpénzzel gazdálkodnak. Az ombudsman már másodjára figyelmezteti a jegybankot arra, hogy nyilvánosságra kell hozni a dokumentumait. Ezért közzé kell tenniük a szerződéseiket. Az így nyilvánosságra került dokumentumokból kiderült, a nyilvánosságra tartoznak a jegybank kiadásai, hiszen közpénzt kezelnek. Hogy nagyértékű ingatlanvásárlásokba és ingatlanfejlesztésekbe kezdtek. Milliárdokat adtak továbbá Matolcsy György rokonságának és a fideszes holdudvarnak. Több mint 500 millió forintot fizettek ki például a vs.hu portált is kiadó New Wave Production Kft.-nek, amelynek tulajdonosa Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére volt. A politika és a gazdaság napjaink demokráciáiban olyan, mint a király és a királynő a sakktáblán. 70 millió forintot juttattak a Matolcsy György jegybankelnökről írt Sakk és Póker című könyv szerzőjének. Egyben a játék elvesztését is jelenti. Kásler Miklós jelenlegi miniszter pedig 39 millió forintot kapott a Nemzeti Nagyvizit című könyvéért. És a jegybank is minden jegybankok legkiválóbbika, amióta Matolcsy György átvette a Magyar Nemzeti Bank elnöki pozícióját. Ez a fő üzenete a könyvnek. Jutott arra is, hogy 2500 példányban megvásárolják a Matolcsy György jegybankelnök publicisztikáiból Egyensúly és növekedés címen kiadott válogatáskötetet. Ebben az esetben az illetékes. A közpénzek szabálytalan elköltése miatt a közbeszerzési döntőbizottság bírságot szabott ki. A hivatali visszaélés gyanúja miatt Polt Péter legfőbb ügyésznél tett feljelentést az ügyészség azonban elutasította. Az Európai Központi Bank is több alkalommal kifogásolta az alapítványok működését. Szerintem ez nem csak az MNB botránya, ez a magyar jogállam leépítése. Láthatjuk, hogy milyen személyi összefonódásokkal építik ki a Fidesz közpénzből a gazdasági hátországát. Hát rokonokat ültetnek jól fizető állásokba, fideszes gazdasági vállalkozásoknak adják a magyar adófizetők pénzét. A Fidesz tehát kasszál a gyenge forinton, miközben a devizahitelesek tönkrementek, a boltokban pedig tombol a drágaság. 2020. decemberében a fideszes többség átírta az alaptörvényt. Ezután a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által kezelt vagyon jogilag elvesztette közpénz jellegét, ami azt jelenti, hogy már nem kötelesek vele a nyilvánosság előtt elszámolni.